600 éve megígértem valamit, szóval most itt van, nem húzom az időt, mert egész eddig húztam. Yay! Egy 2016-os Dell XPS 15-ről van szó, a gépben egy i7-es processzor, erőlködik egy GTX 960M-es videokártyával, a kettőt pedig 16 GB RAM támogatja hátulról. A kijelző 4K-s, de mi 1080p-be fogunk a legtöbb játékkal játszani, mert nem akarjuk megölni a gépet, illetve a 1080p-t legalább össze lehet hasonlítani más gépekkel, szerintem kezdhetünk is. Mi mással kezdenénk, mint egy jó kis dirt rallival, átlagban 47, minimum pedig 19 FPS, viszont felvételem az nincsen hozzá, mert felvétel közben a laptop lefagyott egy fekete kijelzővel, és újra kellett indítani. Lényegtelen, a játék Full HD-ban ment magas beállítások mellett, és mostantól az összes játék Full HD-ba fog menni. Ugorjunk tovább a Dirt 3-ra, mivel azt is kipróbáltam, és tudom, hogy néhányatoknak már most habzik a szája, mert hogy nincs semmi értelme teszteni ezt a játékot. Na, de ides is. Útrán átlagban 61, minimumban pedig 49 FPS produkált. Ennyi bennye. 4K-ban ultra mellett 38, minimum pedig 15 FPS-t kaptunk, szóval wow, ez a játék mégsem fut mindenen 1500 FPS-sel, hoppá hoppá, mi is ez a meglepetés. A Just Cause 3-at is bejátszottam magas beállításokkal, és Full HD-ban egy igencsak gyenge 29 FPS-es átlagot hozott, a minimum itt 11 volt, szóval kezet foghat a Dirt-tel. Cségó tesztünk, a szokásos legalacsonyabb beállítások teszt meg Full HD kombóval átlagban 119, míg minimumban 15 FPS-t hozott, az a füst az nagyon durván leterheli a gépet, azt a mindenségit. A Mafia 3 egy teljesen indokolatlan 14 FPS-t tudott összelapátolni, sőt a minimum 7 FPS volt, és tette mindezt alacsony grafikán. Ej a 7 meg a 8-át. Portál 2 kimaxolva, átlag minimum 115-86, 4K-ban pedig 33-24. Tehát én azt hittem, hogy legalább ez majd fut tök jó 4K-ban, de nem. Az a 960M-es videokártya, hát az egy elég erős M betűvel van felszerelve, egy ilyen nagyon nagybetű M. Formula 1 2015, mert ez még nem volt és lehet, hogy nem is lesz többet, magas beállítások mellett 42-es átlagot hozott, a legalacsonyabb érték 23. Azt sem tudom, hogy ez jó vagy nem. Na most a Fortnite az egy nagyon-nagyon érdekes játék volt, mivel az első játék az mindig nagyon jól ment, aztán a többi pedig fos volt. Ergo elindítottam a játékot, ugye beléptünk a menübe, szépen elindult az első meccs, és közepes beállítások mellett 85-ös átlagot toltunk, időnként droppoltunk, 55 volt egyébként a minimum. Miután vége volt a játszmának, bementünk a második meccsbe, és ugyanazokkal a beállításokkal 39-es volt az átlag, a minimum pedig 21, tehát gyakorlatilag kevesebb, mint a felére esett az FPS. Ha bezártuk a játékot, majd újraindítottuk, akkor minden tökéletesen működött, szóval nem tudom, hogy mi a helyzet ezzel. A PUBG értékeink legalább stabilak voltak 27 FPS környékén, és nagy ritkán droppoltunk 10 környékére. Ezek nem szép számok. A Legendák Ligája kimaxolva átlagban 85 FPS-t hozott, minimum 63. Igazából nem tudom, hogy miért, de meccs közben kék halált kapott a laptop, de ez már csak ez lényegtelen részlet. A Bioshock Infinite Ultra 49, High-on pedig 57-es átlagot hozott, míg az Assassin's Creed Unity a szokásához híven nem szerette, hogyha felveszik. Először kaptam egy picike felvételt, aztán egy 3 másodperces felvételt, aztán végre sikerült felvennem, de aztán meg kikapcsolt a laptop, mert túl melegedett. Az értékei egyébként 18 volt, a minimum 0, mindez médiumon, tehát Far Cry 4-es értékeink 40 és 23 voltak közepes beállításra, míg ugyanez a beállítás a Far Cry Primal-ben 31-es átlagot és 15-ös minimumot hozott. Wow, wow, mennyivel nehezebb futtatni az újabb játékot. A GTA 5-ben pedig 51 FPS-t kaptunk, ez ugye szép médiumon, mi máson, és büszkén látom, hogy az az óriás kerék jelen van, hát nézzenek oda, illetve a víz is ott van, tehát gyerekek, jól állunk, minden szupi. Mind a Tomb Raider, mind pedig a Rise of the Tomb Raider lokkolta magát 30 FPS-re. Nem volt bekapcsolva a V-Sync, az Nvidia Control Panelen is ki volt kapcsolva, nincsen frame limiter a játékban, a Steamen be van állítva, hogy a maximális FPS akár 300 is lehet, és ahogyan a neten olvastam, ezek a játékok azt csinálják, hogy néha így lokkolják magukat, és a legegyszerűbb megoldása újra telepítem a Windows-t, amit most
közde én kihagynék, és gyerekek, gyakorlatilag készen is vagyunk. Látjátok, egy Productivity laptop, amit nem játékra találtak ki, és szar is játékra. Micsoda meglepetés! Egy-két LOL meccset persze le lehet rajta tolni, de nyilván valaha komoly gamer vagy, akkor nem veszel egy ilyet. Vagy ha igen, akkor gratulálok, ott valamit nem elszámoltál. Szóval köszönöm szépen Gergőnek, hogy ellophattam a laptopját egy hétvégére. Nem tesztelek le több játékot rajta, nyugodtan kérdezzetek a kommentbe, de figyelmen kívül fogom hagyni. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy like-ot, és következő alkalommal újra találkozunk, addig pedig iratkozzatok föl, hogy ne maradjatok a mindenféle finám tartalomra, ami ez a csatornán lesz. Legyetek jók, és sziasztok!